Megyünk? Jó. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Itt vagyunk Békásmegyeren, ahol éppen most ad át Tarlós István egy felújított piacot. Érdekes módon egyébként nem lehet bemenni, tehát hogyha az ember nincs feliratkozva a sajtólistára, akkor nem mehet be a piac átadására. Ez úgy sokat elárul önmagában a Fidesznek a politikájáról. De ami miatt itt vagyunk, az valójában egy olyan kérdés, ami az egész fővárost érinti. Mégpedig azért jöttünk ide, mint hogy a mögöttem lévő táblákon is látjátok, hogy minden adat, minden tapasztalat azt mutatja, hogy Budapesten nagyon-nagyon komoly problémává vált a patkányinvázió, elszaporodtak a patkányok, több kutatás azt igazolja, hogy 10-szeresen lépi át a patkányoknak a száma, a megengedett küszöbértéket Budapesten, és azt gondoljuk, illetve nem csak mi gondoljuk így, hanem velünk együtt a budapestiek többsége is, hogy ennek az oka egyértelműen Tarlós István és a fideszes városvezetés. Mielőtt bármiféle félreértés történne, egyébként az, hogy van egy új piac, még hogyha, hát is mondjam, műfűvel van a kő lebetonozva és lefüvesítve, tehát hogy persze vannak itt is problémák, de önmagában az, hogy van egy új piac, az nem rossz. Az nem önmagában rossz. A pont az valahogy inkább olyan, és engedjétek meg, hogy egy picit cinikus legyek, mint a 3-as metrónál, ahol a metró felújítás után egy patkány elrágta a vezetéket. De nem szeretnénk azt, hogyha a piac vezetékét is elrágnák a patkányok. Amit lehet tudni, és amiért azt mondtam, hogy ez a Fidesz hibája egyértelműen az az, hogy itt történtek bizonyos cégváltások, kiszervezése a patkányító cégnek, mégpedig fideszes mutyik következtében, fideszes hátterű cégeknek. Valahogy egyébként úgy, ahogy a szemétszállítás ügyében is történt. A most működő cég egyértelműen nem tudja elvégezni azt a feladatot, amit patkányírtás során el kellene. Egyébként az nagyon durva, hogy ugye néhány héttel ezelőtt már elindítottuk azt a kampányunkat, hogy küldjetek be minél több képet, hogyha patkányt láttok. Mind a tapasztalat, mind a kutatások azt mutatják, hogy itt Békásmegyeren van egyébként a legnagyobb kitettsége a patkányveszélynek, hogy itt van a város leginkább kitéve a patkányveszélynek, ennek több oka is van. Azért is jöttünk egyébként erre a piac átadóra. De a lényeg az, hogy mióta a fideszes hátterű cég mímeli a patkányírtás, azóta jelentkezik ez a probléma, azóta szaporodtak el ismét ezek az állatok. Miközben a korábbi cég, a Bábolna egyébként 40 éven keresztül tökéletesen jól végezte a dolgát. Éppen ezért követeljük azt, hogy a Bábolna azonnal szálljon be a patkányírtásba, azonnal kezdje meg azt a tevékenységet, amelyet 40 éven keresztül folytatott. Karácsony Gergely, aki Budapest következő főpolgármester lesz a ti segítségetekkel, egyértelműen foglalt állást ebben a kérdésben, rendet és tisztaságot szeretne, ahogy szeretnénk mi mindannyian, mert az elképzelhetetlen, hogy a 21. században egy olyan gyönyörű világváros, mint Budapest, patkányinváziótól szenvedjen. A helyzet ráadásul összetett, mert itt muszáj megemlítenem még egyszer a szemétszállítás kérdését is, hiszen a szemétszállítás, ahogy nem működik megfelelően, ahogy a Fidesz szemet húny az illegális szemétlerakók működése fölött, ezek mind hozzájárulnak a patkányveszély erősödéséhez, hiszen a szemét és a patkány együtt jár. Nem akarom nyilván túl dramatizálni a helyzetet, de azért nekem nagyon erősen eszembe jutott Camusnak a Pestis című regénye, ami valahogy így kezdődött, hogy egy patkány felbukkad, nem, nincsen pestis veszély, tehát nem kell túl dramatizálni a helyzetet, de azért én nem szeretném azt, hogyha idősek, fiatalok, turisták azzal szembesülnének Budapestre érkezvén, hogy patkányok szaladgálnak az utcán, patkányokat látunk felfordulva mondjuk az autóutakon, patkányok bújnak elő a csatornákból és a szeméthalmok alól. Éppen ezért azt is vállaljuk itt a Karácsony Gergely csapatában, hogy az illegális szemétlerakókat egyértelműen fel fogjuk számolni a következő ciklusban. Nem fordulhat elő az, hogy Budapesten kosz, piszok és szennyezettség legyen. Most átsétálunk egyébként az új piacépületétől a régi piacépületéhez, amit érdekes módon nem sikerült elbontaniuk, és hogyha valami igazi patkányfészek, akkor az ez. Mindjárt meg fogom nektek ezt is mutatni, illetve a kollégám Dénes már most mutatja is. De közben azért hadd mondjam el, hogy itt egy picit tágabb kontextusba helyezve a dolgot, már csak azért is, mert ennyire elképesztően süt a nap majd így áprilisban is meleg van. Nem tudom, hogy kimagasztó a hőség, de az a tapasztalat
klímaváltozás erősödik, a fertőzés veszély, az invazív fajok megjelenése, mint például a poloskák, ez, vagy mondjuk az, hogyha nem ügyelünk megfelelően a higiénikus környezetünkre, vagy a higiéniai körülményekre, az mind-mind hozzá fog ahhoz járulni, hogy mondjuk a patkányok elszaporodjanak, ahhoz, hogy sokkal közegészségügyi kockázatot jelentő problémákkal szembesüljünk nap mint nap. Tehát abban a világban, abban a 21. századi klímában és a következő néhány évtizedben, amiben nekünk szembe kell néznünk közös erővel a klímaváltozás káros hatásaival, olyan város kell építenünk, amelyik nem csak okos módon képes kezelni és reagálni a klímaváltozás hatásaira, de ami ilyen alapszinten is sokkal erősebben figyel a közegészségügyi és a higiéniai kérdéseire. Például azáltal, hogy nem hagy itt egy ilyen épületet az új piac mellett, amelyik, hát hogy is mondjam, csak ha valami patkányfészek, akkor jelenleg ez itt egyértelműen az. De még egyszer megerősítve a dolgot, hát ha most sokan vagytok, akik csak most kapcsolódtok be, itt a Békásmegyeri piacon vagyunk, ahol Tarlós István zárt körben átad a közösségnek egy új piacot, ami önmagában nem rossz. A rossz az az, hogy hogy közben nem oldja meg azokat a kérdéseket és problémákat, amelyek viszont amelyekkel nap mint nap szembesülünk, és amelyekről ti is nap mint nap beszámoltok nekünk, küldtök képeket, írtok nekünk. Ez pedig a patkány probléma. A patkányok elterjedtségi szintjét 10-szeresen lépte túl azt a limitet, amelyet egyébként Budapesten el kellene érnie. Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy patkányinvázió van, itt Békásmegyer különösen veszélyes helyzetben van, ezért is vagyunk egyébként itt, ezért jöttünk most ide, de meg fogjuk ezt változtatni, és már most követeljük, hogy a korábban patkányírtással foglalkozó cég, a Bábolna, vegye vissza a patkányírtási feladatokat, illetve megígérjük, hogy amint Tarlós Istvánt leváltottuk ősszel az októberi önkormányzati választáson, fel fogjuk számolni azokat az illegális szemétlerakókat, amelyek nem csak hogy elrondítják a városképet, hanem komoly közegészségügyi kockázatot jelentenek, és hozzájárulnak nyilván a patkányok elterjedéséhez. Titeket arra szeretnélek kérni, hogyha bármilyen tapasztalatotok van patkányokkal, ha láttok egy patkányt, vagy bármilyen hasonló közegészségügyi veszélyt a környezetetekben, akkor kérlek, hogy írjátok meg nekünk, írjátok meg a Párbeszéd Facebook oldalára, írjátok meg az e-mail címünkre, írjátok meg a politikusainknak, és igyekszünk azonnal fellépni azért, hogy az akut problémákat kezeljük, de nyilván a krónikus helyzetet az csak rendszer szinten lehet majd megváltoztatni és kezelni. Ebben számítunk meg a ti segítségetekre is. Mi hiszünk abban, hogy Budapest mindenki, hiszünk abban, hogy Budapesten egy közösséget, Budapesten egy élhető világvárost kell építenünk, és ezért is dolgozunk veletek együtt. Köszönjük már most, hogy velünk vagytok, folytassuk, és építsünk egy jó várost. Sziasztok!